Üdvözlöm Önöket, aktuális című magazinunkat látják. Szombaton rendezik meg Gyulán a 26. Medivid Agility és a 17. Para Agility nemzetközi és országos kutyás ügyességi kupákat. Az eseményről a Gyulai Kutyás Agility Szabadidő Sportklub elnökével, Alt Sándorral beszélgetek. Üdvözlöm, köszönöm, hogy elfogadta meg kívánásunkat. Nos hát, egy nagy múltra visszatekintő esemény ez, amely most ismét helyet kap Gyulán, és itt azért az előző percekben beszélgettünk arról, hogy itt egy egynapos rendezvényről van szó, de hogy ez rengeteg előkészülettel jár, és rengeteg utómunkával is jár. Ugye az tudható, hogy az eseménynek helyet ad a Prohászka Zsolt városi tornacsarnok, amely hát egy frekventált helyen van, és egy használt tornacsarnok is. Körülbelül egy-egy ilyen eseménynek mikor kezdik el szervezni az előkészületeit, és egyáltalán mekkora munka áll le mögött? Hát először is helyesbíteni szeretnék, kétnapos a verseny, de semmi probléma. Ennek a szervezése már tavaly elkezdődött, amikor megrendeztük augusztusban a 20. jubileumi versenyünket. Onnastól kezdve szervezzük ezt a rendezvényt. Ugye itt meg kell hívni a bírókat, fel kell kérni, ami mostani helyzetben eléggé elfoglaltak a magyar eglétes bírók, a külföldiek is. Itt a jelen pillanatban ezen az eseményen egy cseh bírónő lesz, és egy magyar bírónő, a cseh bírónő Iréna Macskova, egy nemzetközileg elismert nagy szaktekintély, a magyar bíró pedig Bíró Zsófia, szintén nemzetközileg egy nagyon elismert szaktekintély. Ennek a szervezése, maga a szervezési folyamat, ugye támogatók keresése, egyéb dolgokat, azt már tavaly elkezdtük. A maga a versenynek a lebonyolításához a munkálatokat, azt holnap fogjuk elkezdeni, holnap reggel oda szállítjuk a szőnyeget, szoktunk leteríteni, majd arra terítjük a műfüvet, oda szállítjuk az akadályokat és különböző eszközöket, és hát ezt reggel kezdjük meg, délbe lehet a csarnokot elfoglalni, hogy felkészítsük a versenyre, és elég hosszadalmas, fárasztó munka, és akkor szombat reggel pedig indul a verseny. Milyen versenyszámokban indulhatnak a nevezők, illetve hát honnan szoktak érkezni? Gondolom vannak visszatérő versenyzők is. Hát igen, vannak visszatérő versenyzők is, növekedett is a létszám a tavalyihoz képest, gondolom hozzájárult az is, hogy csökkent a fertőzöttek száma is, meg különböző intézkedéseket feloldottak. Ausztriából várunk versenyzőket, és az ország szinte azt lehet mondani, minden pontjáról jönnek agilitis versenyzők. Vannak olyanok, akik a megyéből, Békés megyéből régóta részesei ennek a versenysorozatnak? Természetesen, hát Békés csabai egilitesek sokan vannak, akkor a gyulai versenyzők, de mondhatnám azt, hogy ami visszatérő versenyzők az osztrákok. Itt mi a és jönnek Romániából. Természetesen. Ha kicsit visszamegyünk a KH-hoz, akkor ugye az agility verseny, ha csak megnézzük, akkor kívülről ez egy ügyességi versenynek tűnik, de ennél azért sokkal többről van szó. Rengeteg munkája van benne a felkészítőknek, a gazdáknak abban, hogy ezek az állatok ilyen jól teljesítenek különböző módokon. Hogyha önnek kellene összefoglalni most röviden, hogy mi is az agilitynek a szíve, lelke, akkor hogyan foglalná össze? Hát az ember és a kutya közti hatalmas kapcsolat. Itt, ha nincs kontakt alatt, vagy nincs kontaktus a gazda és az kutya között, akkor itt nincs is esélye a versenyzőnek ahhoz, hogy győzzön. Nagyon felgyorsult az agility sport, nagyon sok tehetséges fiatal van, és felgyorsultak a kutyák is. Nevezés tekintetében milyen kritériumoknak kell megfelelni a nevezőknek? Hát a nevezés tekintetében itt ugye a kutyákat veszik alapul, 18 hónapot be kell, hogy töltse a kutya, és nem lehet sérült a kutya, nem indulhat úgy a versenyen. Ugye, aki részt vett már egy ilyen rendezvényen, én is voltam egy ilyenen, azt láthatja, hogy azért méretbeli különbségek nyilvánvalóan vannak a kutyák esetében is, de hát a pálya átrendezettsége is időnként azért megtörténik. Hogyan zajlik egy-egy ilyen esemény? Tehát ha sorrendileg nézzük, akkor milyen versenyszám követ miért? Hát ugye van négyfajta méretkategória van a midi,
Van a MIDI, MIDI plus méret, és van a maxi, ez a kutyák mérete szerint. És a teljesítmény szerint pedig van a kezdő kategória, van a A1-es kategória, van az A2-es kategória, és van a A3-as, az a legmagasabb kategória. Hát profi kutyák vannak már. Ki nevezhető profi kutyának, vagy mi nevezhető profi kutyának? Hát annyira felgyorsult, meg annyira fejlődött ez az agility sport, hogy mindig csodálkozok rajta, hogy nem kap nagyobb teret, és még nem került be a sportágak közé. Egy látványos dologról van szó, és nem is lehet találni, különben, ha megnézzük a sportba, nem is lehet találni olyat, ugye itt a gazda nem érhet hozzá a kutyához, csak hangjellel és kézjellel irányíthatja a kutyát. Azért mondtam az elején, hogy akkora kontaktus kell, hogy legyen köztük, hogy, és vannak, akik ugye hetente többször edzenek, és hát profi módon készülnek fel. Csak már mondta azt, hogy jó lenne, hogyha ez bekerülne azért a nagyobb sportversenyek közé is. Ezt önök igyekeznek propagálni valamilyen módon? Igen, én ennek egyik úttörője vagyok, hogy egyszer sportágán nyilvánítsák, nagyon nehéz leküzdeni azokat a dolgokat. Problémát abban látom, hogy egy tenyésztői hálózathoz tartozik maga az agility, FC felügyelő, és a szabályokat is ők hozzák, és ez egy nagyon hosszú folyamatnak kell lenni ahhoz, hogy kikerüljön a tenyésztői hálózatból, és sportként ismerjék el, de ezt nemzetközi szinten lehet csak elindítani. Úgyhogy maga egy ország esetleg, bár Finnországban sportként tekintenek rá, nálunk szabadidősport, de én úgy gondolom, hogy ez annál több, hiszen a versenyzők, fantasztikusan versenyzőknek is kell kondíció, nagyon fel kell készülnünk, és természetesen a kutyát is állandóan edzésbe kell tartani. Ugye itt a bevezetőben beszéltünk arról, hogy egyrészt ugye a 26. Medivid Agility Kupa az egyik fontos esemény, a másik viszont, ami 17. alkalommal rendeznek meg, ez a Para Agility Kupa. Itt értelemszerűen van jelentős különbség az indulók között, és hát ez önmagában egy különlegesebb helyzetet teremt, és ahogy ön is elmondta, nem véletlen, hogy a tornacsarnokra esett a választás. Hogyan indult el önmagában az ötlet, a kivitelezés, hogy Para Agility Kupát is rendezzenek? Hát az 2001-ben fogalmazódott meg bennem, hogy ugye megrendeztük a keverék és fajta tiszta kutyák agility világbajnokságot 2002-ben, de 2001-ben kaptuk meg a rendezési jogot rá, és akkor merült fel, hogy rendezni kell a mozgássérülteknek is egy világkupát, amivel el tudjuk indítani maga ezt a nemzetközi mezőnybe is, és 2002-ben megrendeztük az első Para Agility világkupát, ugye az egy nagy nemzetközi verseny volt, voltak Amerikából, Olaszországból, Spanyolországból mozgássérült versenyzők. Hát annyira kinőtte magát maga a világkupa, hogy egy-egy versenyen már több mint 100-an vannak mozgássérült sportolók. Ugye most ez egy országos nemzetközi verseny, de a mozgássérült embereket nagyon nehéz kimozdítani, pláne most a járvány miatt, és azért kevesebb a létszám, mert Magyarországon nem is nagyon sokan űzik. A Mányék Rihárd, most jelen pillanatban sérült, Mányék Rihárd kezdte el ezt a paraegilitit, Csenki Anna van most, az részt is vesz a versenyen, vagy mindjárt mondhatunk helyi, Békés Csabai illetőségű versenyzőket is, akik a Gyulai Klubnak a tagjai, az Ale Patricia, vagy a Simon Csaba látássérült. Ő idén, ha úgy alakul neki a helyzete, akkor ő részt szeretne venni a Vogerába, Olaszországban megrendezett paraegility világkupán. Ugye, ha addig nem lesz valamilyen változás, ez augusztus 18-án kerül megrendezésre, szintén a keverék és fajta tiszta kutya agility világbajnoksága. Ugye itt beszéltünk most erről az eseményről. Itt, aki ezt a kupát elnyeri, ez jelente belépőt későbbi versenyekre, vagy önmagában ez egy zárt verseny, és tulajdonképpen a következő évben majd a következő
ugye egészen pontosan akkor már 27. Medivid Agility kupán, ez jelent valamit, vagy ezek nem függenek ilyen módon össze? Nem függenek össze, ezt minden évben megrendezünk, szinte azt lehet mondani hagyomány, és nagy hagyományokkal rendelkezik, vannak nagyon nagy visszatérő versenyzők, akik több éve nem jöttek Gyulára, most ismételten Gyulán vannak, egy egész nagy csapattal, 20 fővel, és újra felfedezik, ugye ez egy kétnapos verseny, itt akkor már péntek este megérkezik a versenyző, kicsit szét tud nézni Gyulán, Békés Csabán megyébe, szombaton verseny, vasárnap verseny, van, aki itt fogja eltölteni a pár nap szabadságát, és úgyhogy ez egy nem csak a versenyről szól, hanem egy ilyen turisztikai vonzása is van. És ennek nagyon örülünk. Hát tulajdonképpen a cél az volt mindig, hogy növelni Gyula városának a turisztikai helyzetét. Azért az, aki jelen van ezeken a rendezvényeken, a résztvevők számából láthatja, hogy azért ez szokott teljesülni. Nem lehet nem észrevenni azt a lelkesedést, ahogy beszél ezekről a versenyekről. Ez kicsit személyesebb irányba elviszi, vagy talán ha elvihetjük ezt a beszélgetést most, hogy itt említette azt, és nem véletlenül kérdeztem azt, hogy mi szükséges, vagy mi az alapja ezeknek a versenyeknek, és elmondta, hogy az a kapcsolat, ami ember és állat között azért ilyenkor megvan, illetve meg kell, hogy legyen alapvetően. Ha beszéltünk egy kicsit nagyobb távlatban, akkor Magyarországon a kutyás társadalom, mert azért beszélhetünk erről a kutyatartókról, akik nem feltétlen versenyzők, hanem egyszerűen csak az állatszeretet miatt tartanak, vagy akár, hogyha a para agility versenyzők kapcsán beszélhetünk, akkor olyan akár vakvezető kutyák, vagy segítő állatok, akik erre vannak kiképezve. A társadalomban van, a magyar társadalomban van növekvő igény arra, hogy egyre nagyobb figyelmet kapjanak például a kutyák, és a kutyáknak a megfelelő tartása, a megfelelő oktatása, vagy ez még egy olyan ingoványos terület, ahol nem biztos, hogy teljességgel betört mondjuk a köztudatba ez a fajta hozzáállás? De szerintem van a társadalomban, nagyon pozitívan állnak hozzá, sőt, mi több, sajnos, hogy van egy picit negatív oldalra is elment ez a dolog. Sokan fiatalok gyerek helyett a kutyát válasszák, ami nem hinném, hogy jó dolog, és előtérbe helyezik a állatot az emberre. De amúgy például nálunk is vannak a mi kutyaiskolánkban engedelmes tanfolyamok, amikor tanítjuk a kutyát is, tanítjuk ugye a gazdát is, akik először szánják rá magukat és vesznek egy kutyát, és egyre aktívabban vesznek részt foglalkozások. Ő neki csak az kell, hogy üljön, feküdjön, helyben maradjon a kutyája, szófogadó legyen, ha elmenne kirándulni, akkor vissza tudja hívni, és de van a társadalomra nyitottság. Reméljük, hogy akkor ezek a versenyek a későbbiekben, most is és a későbbiekben is talán nagyobb hatással lesznek a lakosságra úgy általában. Halt Sándornak köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönöm szépen, hogy itt lettem. Kedves nézők, ez volt az Aktuális. Holnap ugyanebben az időpontban jelentkezünk magazinunkkal. Maradjanak továbbra is velünk, viszontlátásra!